A Homszforjú műsorában két liapor szakértő, akik szakmai tudásokat, óriási erőfeszítések és több ezer belefektetett óra révén szerezték meg. Gábor és Florian úgy döntöttek, hogy segítenek az építetőknek és felújítóknak. Péztárca barát tanácsok az építőipar útvesztőjében. Homszforjú liapor kézházak, maradj velünk, hogy csak jó döntéseket hozz! A mai modern újépítésű ingatlanoknál nagyon fontos a szellőztetés. Ezért fogok ma beszélni a hővisszanyerő szellőztető rendszerekről Zoltánnal. Szia Zoli, mivel ti a homes beszállítói vagytok, ezért egy pár szóban említsd meg a cégeteket és hogy mivel foglalkoztok. Sziasztok, köszöntelek benneteket, nagyon örülünk, hogy itt vagytok. Én Nagy Zoltán vagyok, a Brillon Hungária Kft. kereskedelmi vezetője. A Brilon Hungária Kft. 2008 óta üzemel, elsősorban mi kéménytechnikai cégként kezdtük, illetve később ilyen fűtéstechnikai termékek forgalmazásával foglalkozunk, illetve foglalkoztunk, és körülbelül ilyen 7-8 évvel ezelőtt belefogtunk a szellőztetés, illetve a központ és egyhelységes szellőztetés világába, ezek hőviszenyerős termékek, amiről beszélgetünk, és ezeknek a termékeknek én vagyok a termékfelelőse a cégünknél, úgyhogy az én kezemen átfutnak ezek a dolgok minden esetben. Akkor vágjunk is a közepébe, mit jelent a hővisszanyerő szellőztető rendszer. Tehát a hővisszanyerő szellőztetésnek jelen pillanatban kettő válfaja létezik Magyarországon. Az első az egyhelységes hővisszanyerő szellőztetés, a második pedig a központi hővisszanyerő szellőztetés. Az egyhelységesről nagyon röviden annyit kell tudni, hogy egy gép, illetve egy motor végzi a szellőztetést, illetve a központinál pedig egy központi egység, egy központi hővisszanyerő szellőztető és maga a rendszer, tehát egy rendszert kell hozzá telepíteni, és úgy működik maga egészként a szellőztetés, a hővészenyeréssel együtt. Akkor hogy az átlag ember is megértse, milyen elven működik ez a szellőztető? Tehát visszatérnék, tehát az egyhelységes szellőztetőnek van egy nagyon egyszerű alapelve, gyakorlatilag egy oldalfalon kell az elhasznált levegőt ki, illetve bevezetni, de nem ennyire nagyon egyszerű. A későbbi ezt, későbbi ebben ezt is el fogom magyarázni, talán kicsit részletesebben. A központi rendszernél a, a rendszernek a lelke maga a berendezés, a központi hőviszonyerő szellőztetés és a köré épített rendszer pedig ugyanolyan fontos, mint maga a gép. Kettő ága van, az egyik ág az elszívott ág, a másik pedig a befúvott ág. Az elszívott ágnak a feladata az, hogy a felmelegített párás levegőt kiszívja a helységekből, érkeztesse erre a központi berendezésre, a befúvott ág pedig keresztirányban érkezik a friss levegő ennek a berendezésnek a hőcserélőjére, és az úgynevezett szűrt friss levegő, amikor fölveszi ennek a levegőnek a hőenergiáját, beáramlik a befúvott ágakon keresztül rendszerint a nappaliba, szobákban és egyéb helyiségekbe. A rendszert folyamatosan kell működtetni, vagy csak időközönként? Ideális esetben igen, folyamatosan. Ezek a gépek uh, LC-motorokkal szereltek, ezek a gépek 0-24-es üzemmódra vannak optimalizálva, úgyhogy én úgy gondolom, hogy az a legjobb minden esetben, hogyha 0-24-es üzemmódban üzemeltetjük, és gyakorlatilag mindig men mehetnek a gépek. A hővisszanyerő szellőztető rendszer mellett nem is kell kinyitni az ablakot. Tehát alapvetően nem tilos az ablaknyitás, bár sok értelme nincsen. Ugye a rendszernek pont az a lényege, hogy ne nyissunk ablakot, ne veszítsünk hőenergiát. Amit alapvetően egy kazánnal, vagy hőszivattyúval, vagy bármilyen más fűtő alkalmatossággal megteremtünk, annak a hőenergiáját ne veszítsük el. Ki lehet nyitni az ablakot, csak maximum a gyerkősznek szóljunk, hogy jöhet haza, mert kész a vacsora. Zoli, miért fontos a szellőztető rendszer az újépítésű házakba? Az új házakban azért nagyon fontos egy ilyen központi hűvésznyelő szellőztető rendszert betenni, mert alapvetően nagyon szuper házakat építünk mostanában. Nagyon szuper, na, 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 nagyon, nagyon szuper szigeteléssel építjük ezeket a házakat, nagyon szuper nyilázárokkal építjük ezeket a házakat, és gyakorlatilag becsomagoljuk az életünket. Ben élünk egy olyan kockában, egy olyan dobozban, ami nem szellőzik át, természetesen magától. Így jelen esetben, hogyha otthon van a család, ezt terelehelyük pára keletkezik, és ezeket nem tudjuk hol elvezetni. Ez a szellőztető, ez mind megoldja, ezt a páratartalmat kiviszi a házból, és egy friss üde levegőt fúj nekünk be, úgy, hogy nem veszítünk hőenergiát. Hogyan tudja egy ház energetikáját javítani ez a rendszer? Ja, alapvetően ez a rendszer erről szól, hogy ne veszítsünk hőenergiát. Energetikai... Ö jelenlétről ugye akkor beszélünk, amikor teremtünk bizonyos energiát, itt jelen esetben hőenergiát, még egyszer mondom, kazánnal, gázkazánnal, ez lehet kondenzációs kazán, vagy akár elektromos kazán, vagy akár hőszivattyú, teremtesz egy bizonyos hőenergiát, egy bizonyos minőséget a lakókörnyezetedben, de hogyha te ablakot nyitsz, akkor gyakorlatilag te ezt a hőenergiát úgymond kidobod az ablakon. Ezekkel a rendszerekkel, ezeknek a rendszereknek az üzemeltetésével, főként a hővisszanyerő szelőztető gépek, illetve rendszerének üzemeltetésével ezt az energiát nem, hogy nem dobod ki, hanem gyakorlatilag visszafor, visszaforgatod úgy, hogy közben pedig friss, szűrt levegőt kapsz az életteredben, a lakóteredben. Milyen hatással van ez az emberek egészségügyi állapotát? Tehát elmondhatjuk, hogy alapvetően jó hatással van az egészségügyi állapotunkra egy ilyen hőviszonyerős szelőztető rendszer, mert nem csak arról szól a történet, hogy hőt nyerünk vissza, és, és, takarékosak vagyunk, és gyakorlatilag a befektetett energiánkat ugye visszakapjuk, és visszapumpálja nekünk, hanem ugye alapvetően friss levegőt, szűrt levegőt kapunk. Ezek a központi gépek, ezek a központi egységek különböző szűrőkkel vannak felszerelve. Alapvetően a mi Vortice modelljeink, egy F5-ös szűrővel jönnek, az azt jelenti, hogy a kültéri levegőt egy F5-ös minőségben szűri meg. Én most ebben nem mennék bele, hogy ez milyen szűrű minőséget jelent, de nagyon-nagyon jót. Kaphatóak még F7-es szűrű úgynevezett pollen szűrők is, hogyha esetleg a családban azt más, vagy bár, bárki olyan van, aki, pollenallergiás, akkor azoknak, azoknak az életminőségét jóval megnövelheti. Hangos, zavaró ennek a működése? Nézzétek, alapvetően egy olyan berendezésről beszélünk, amiben motorok működnek, illetve ventilátorok működnek. Tehát azt nem mondhatjuk, hogy hajtal, hangtalan, zangta, zajtalan rendszer, van némi ö, hanghatás, de ezeket a berendezéseket értelemszerűen nem a szobánkba rakjuk be, hanem más gépészeti helységben, esetleg garázsban vannak elhelyezve, ahol én úgy gondolom, ha már maximális fordulaton mennek, akkor sem annyira zavaróak. A Vortice gépei egyébként maximális fordulaton 56 decibel, ami, ami a legmagasabb mértérték de az sem olyan helyiségben van, ahol alszunk például. Így van, így van, így van. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarországon jelen pillanatban a szellőzés, illetve a szellőzés technika ö, lakossági volumenben nem kötelező a tervezés, de nagyon ajánlott. Ugyanis nem mindegy, hogy különböző lakóterekben, akár beszélünk nappaliról, konyháról, Akár, akár más helységekről, szobákról, hogy mennyi légköbméterrel kell megtápláljuk, illetve mennyi légköbméterrel kell elszívjunk. Ezeket a rendszereket a későbbiekben, hogyha terveztettük, akkor illik optimalizálni. Milyen buktatói lehetnek a nem megfelelő kiépítésnek? Sajnos sok buktatója lehet egy ilyen rendszernek, főleg beszélek ugye a központi egységekről, illetve azoknak a rendszeréről. Én úgy gondolom, hogy emeljünk ki talán csak hármat, ami most így fejből eszembe jut. Az első és talán egyik legfontosabb a gépeknek az elhelyezése. Ugye ezek a gépek nem kültéri egységek. Ami azt jelenti, hogy a Vortics gyártó is, meg én úgy tudom, hogy bármilyen más gyártó is, úgy adja el ezeket a gépeket, hogy úgynevezett termékos burkon belül kell őket elhelyezni az azt jelenti, hogy illik minimum egy 16-17 Celsius foknak körülötte lennie, ugyanis sok helyen láttam már, hogy akár fűtetlen padlástérben fönt vannak ezek a gépek, és egy téli időszakban ezek a géptestek, illetve a benne lévő hőcserélők annyira, annyira, annyira lehűlnek, hogy egyszerűen a rájuk érkező hőmennyiség, a levegőnek a hőmennyisége azonnal lehűl, és gyakorlatilag nem beszélhetünk hőcserélésről. A másik a rendszer. A rendszer. Hogyha esetlegesen utóbbi kiépítés van, az azt jelenti, hogy már kész a házunk, és utólag szeretnénk hőviszonyerő szellőztető rendszert ő, applikálni, akkor általában ezek az alapszerelésnek a tételei, a flexibilis cső és az osztódobozok fölkerülnek sok helyen gyakorlatilag a padlástérbe. Ezek a padlásterek szintén nem fűtöttek, tehát magyarul ezeket a csöveket és osztódobozokat mindenképpen le kell szigeteljük. A harmadik buktatója pedig pofon egyszerű, a kültérről a gépekhez, illetve a gépektől az osztódobozokhoz, illetve fordítva osztódoboztól a géphez, illetve a kültérbe, szintén szigetelcsöveket kell használjuk, hogyha nem olyat használunk, nagyon nagy pár lecsapódás történhet, és ez sok esetben visszafolyhat sajnos a gépnek a csonkjaihoz, és akár befolyhatnak a gép motoros egységeibe is. A gyártók tájékoztása alapján, az Ubing gyártó tájékoztatása alapján ezeket a rendszereket minimum 3-4 évente azért illik takarítani ha nem is teljesen a rendszer egészét, de az elszívott ágat minimum, ugyanis sajnos, bár a házi asszonyokra ez nem biztos, hogy jót fényt vet, de általában az elszívott ágok koszosabb. Értelemszerűen hajszálak, porcicák, stb. bekerülhet a rendszerbe. Mi az ubbingnál antisztatikus és antibakteriális csöveket használunk, tehát ezek nem fognak olyan szinten megtapadni, hogyha üzemel a berendezés, akkor szépen ki fog tisztulni a rendszer, de ajánlott, ajánlott a takarítás 3-4 évente. Lehet-e páratartalmat beállítani? Ez kicsit furcsa, mert beállítani nem, viszont visszanyerni igen. Nyerhetünk vissza, hogyha esetlegesen olyan ö, helyzet valósul meg, hogy túlságosan sok párát szívott ki ez a központi gép gyakorlatilag, akkor úgynevezett entalpiás, entalpia hőcserélős gépeket kell használnunk, aminél be tudod állítani, hogy milyen páratartalom legyen az ideális, és akkor gyakorlatilag visszaforgatja neked a befúvott ágba ezt a páratartalmat. Mennyi garancia van ezekre a készülékekre? Magyarországon ugye ez árfüggő, sávos garancia van jelen pillanatban Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy ha 100 000, brutó 100 000 forint fölötti tételről beszélünk, akkor, hát pedig ez az. akkor minimum egy év garanciát adni kell. Hogyha 100 és 250 ezer forint közötti a, a tétel, akkor kettő év, és 250 ezer forint fölötti tételként pedig három év garancia. Tehát elmondhatjuk, hogy jelen esetben az egyhelységes gépek azok nagyjából egy év garanciával mennek, a központi gépek, a Vortice központi gépei pedig három év garanciával üzemelnek. A szervizt, illetve az alkatrészbázist, azt a Brilla Hungária Kft. látja el, úgyhogy ha bármi probléma van a gépekkel, akkor valószínűleg én is riasztva leszek, vagy a kollégáim egyike. A kiépítés során milyen anyagokat ajánlott használni? Ezt megmutatod nekem? Persze, gyere! Az a központi hűvészanyerő szellőztetésnél alapvetően ezeket az idomokat kettő részre oszthatjuk. Igen. Az első rész az, az alapszerelésnek a, az idomai. Amiről ebben a témakörben beszélünk, az a legfon, egyik legfontosabb, a maga a flexibilis cső. Ezeket Magyarországon 95%-ban a DN63, DN75-ös csöveket használják. A DN63 a belső átmérőre, a 75 a külső átmérőre ugye, ö, utal. Mondtad, hogy ragasztásmentesek igen. lehet éleszteni őket. Igen, igen, tehát a mi cégünk, az Ubbing holland gyártónak a termékeivel foglalkozik, nagyon magas minőséget képvisel a piacon, és az egyik legfontosabb tényező, és ezért is szeretik nagyon a szerelőink, mert teljesen ragasztásmentes a történet. Tehát gyakorlatilag minden csatlakozási pontnál kettő ilyen kis alkatrésze van szükségünk. Az első horonyba fölhelyezzük a tömítőgyűrűt, a második horonyba pedig egy úgynevezett klikringet. Ez onnan kapta a nevét, hogy amikor behelyezi a csatlakozási pontba a szerelő kollega, akkor ad egy kis klikkenő hangot, ab, ab, abból tudja, hogy gyakorlatilag teljesen lezárt a rendszer, Szuper. és légmentesen zárva vagyunk. A második legfontosabb elem talán a szelepfogadó. Igen. Ez a szelepfogadó itt, amit a kezemben tartok, ez egy mennyezeti és oldalfali szelepfogadó. Ez természetesen most ilyen elég nagynak tűnhet, de ezek a periméteren visszavághatóak, értelemszerűen, hogyha födénbe, vagy álmenyezetbe tesszük, vagy akár a falba, és teljesen visszavágható akár 10-11 cm is. Ebben a DN-105-es végébe érkezik majd az amenosztát, de oda majd később jutunk el. A, ez a szelepfogadó kettő fogadóponttal van ellátva, tehát magyarul kettő ilyen flexibilis cső csatlakozhat bele, az egyikve nagyon-nagyon aranyosan a, a gyártó már alapból beletett gyárilag egy dugót, tehát nem kell külön megvásároljuk, hogyha csak az, hogyha csak az egyik felét használjuk a szelefogadónknak. A másik szelefogadó Magyarországon nem annyira elterjedt, úgynevezett padló szelefogadó, a nevében is benne van padlóba építhető, ugyanúgy dupla fogadónyílással, és a, a, a tetejében pedig különböző rácsokat, illetve, illetve mintájú termékeket helyeztünk, helyezhetünk el. Ez most egy kicsit csúnya, de ezen védőfólia van, ah, ez, egy, ez egy, ez inox rács, ez sokkal szebben néz ki, hogyha lehúznánk értelemszerűen a, 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 a védőfóliát róla. És ez, ez a, a nagy doboz? Ez a nagy doboz, ő az osztódobozunk, hát a, szintén az egyik, egyik lelke az alapszerelési csomagnak, ugye egy osztódobozba fut bele gyakorlatilag ugye az elszívott ág, illetve a befúvott ág is, tehát mindenkor minimum kettő darab osztódobozra szükségünk van egy ilyen rendszer kiépítésénél. Ez most jelen pillanatban ugye egy 16-os kiosztású osztódoboz, Ugye, hogyha megszámoljuk, az egyik felén 8, a másik, másik oldal szintén 8, de ebből létezik csak 8-as, 16-os, illetve 24-es kiosztású. Attól függően, hogy mekkora rendszerre van Igen. igényünk. Nagyon-nagyon fontos az Ubbing doboznál, és nagyon-nagyon szeretik, hogy lépcsős, ö, lépcsős fogadó van gyakorlatilag a szigetelt ágak fogadására, tehát DN105, 150, 160, 180-as csövek is érkeztethetőek az osztódobozra, nem kell külön vele variálni. És ami még nagyon fontos, és nagyon-nagyon szeretik a szerelők, hogy ez a lépcsős adapter, ez áthelyezhető. Tehát áthelyezhető attól függetlenül, attól függően, hogy oldalról szeretnénk érkezni az osztódobozra, vagy alulról, vagy fölülről, tehát ezek, ezek áthelyezhetőek, és ezek a nyílások szerelőnyírásként is igen, igen, alkalmazhatóak. Természetesen, ha nincsen a betonban éppen beöntve. Ami még extra, hogy az Ubing gyártó az összes osztódobozához ajándékba csomagol dugókat, igen. hogyha nem használjuk azt az ágat, akkor azt értelemszerűen le kell lehet dugózni, dugó. és úgynevezett folytógyűrűket, amik, amikben az állenállást tudjuk gyakorlatilag egy kipöccintéssel állítgatni. Úgyhogy ez, ez mindig minden osztódoboz mellé be van csomagolva ajándékba. Az alapszerelésnek, azt mondom, hogy az utolsó tétele, ami az egyik legfontosabb szintén, az amenosztátok. dn 105 es amenosztátokról beszélünk jelen pillanatban, ugyanis ugye ők igazodnak ehhez a szelefogadónak a, a, a végéhez, illetve a nyílásához. Itt beszélhetünk jelen esetben... Ö, úgy, úgymond régebbi típusú tekerhető fejes ez jön az ide, amennyi. Ez jön ide. Így van, vagy oldalfalra. Ugye gyakorlatilag a lakásban, amikor bent vagyunk, ugye mi gyakorlatilag a rendszerből csak ezeket látjuk. Igen. A többi, a rendszer többi eleme úgymond láthatatlan. Mi létezik belőle egy úgynevezett design szelep is már, ez HLX design névre hallgat kapunk belőle négyszögleteset, illetve kapunk belőle kör alakúat. Abban más a régebbi típushoz képest, hogy ezek gyakorlatilag ugyanúgy fönt vannak a mennyezeten, viszont sokkal egyszerűbb kezelni, tehát egy mágneses elvén működik, csak simán le lehet patintani ezt, és beskálázva tudjuk bővíteni, illetve szűkíteni a beáramlásnak a, a, a mennyiségét, és egy pofon egyszerűen kezelhető a történet. De ez opcionális, mert ez egy drágább verzió. Ez abszolút opcionális, ugye ez a régebbi típusú tekerőtányéros, ez egy régebbi, ez egy kicsit olcsóbb kategória, ez meg egy, egy picit drágább kategória, ugye a, a design szelepes, a, a, a mágneses illetve, illetve a, az, 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 osztott rész miatt is. Milyen kiegészítők vannak még? Vannak még apró úgynevezett finomságok, amivel tudunk együtt dolgozni ennél az Ubbink rendszernél gyakorlatilag van egy ilyen kis pillangó szelepes, ilyen kis folytó szelepünk. Az azt jelenti, hogy ezt a, szerepet, vagy ezt a kis szelepet úgy tervezték meg, hogy az osztódobozokhoz kompatibilisek, és bizonyos ágaknál azonnal tudjuk, a szerelők azonnal tudják állítani a légáramot. A másik kis segítségünk, az úgynevezett kis zöld könyök, egy ilyen DN75-ös kis könyök, hogyha esetlegesen olyan komplikáció adódik, hogy pont úgy érkezik ez a cső az osztódobozhoz, hogy nagyon-nagyon nehézkes lenne már befordítani, akkor jön a trükk, és gyakorlatilag tudjuk futatni egyből ez a kis zöld könyökkel az osztódobozhoz a flexibilis csövünket. A harmadik kiegészítő, a harmadik kiegészítő pedig egy úgynevezett flex flex toldó, ami annyiról szól, hogyha esetlegesen úgy fogy el a zöld csövünk a szerelésnél, hogy maradtam három méterünk, de nekünk 6 méterre kellene futni, akkor tudjuk simán flexibilis, flexibilis toldóval megtoldani, és már jöhet is a következő lépcsőben a következő csődarab. Mint a technik legó. Így van, így van az alapszerelés idomjait kell szigetelni? Alapvetően nem kell, hogyha fűtött térben van. Értem ez alatt, hogyha a DN75-ös cső, vagy az osztódoboz értelemszerűen, akkor a szelefogadók is álmenyezetben helyezkednek el, tehát magyarul fűtött térben, Igen. akkor nem kell szigetelni. Vagy hogyha beöntjük födénben hogyha a födénbe helyezkedik el szintén a cső a szelefogadó, illetve az osztódoboz, nem kell szigetelni, viszont, hogyha utólagos szerelésről beszélünk általában, Igen. akkor a födén fölött szokták ezeket a dolgokat elhelyezni, a csöveket is, illetve a, a, a egy részét is, illetve, illetve az osztódobozokat, akkor mindenképpen szigetelnünk kell. Zoltán, akkor a nagy vastag szürke csövek mire valók? Mondom, ezek a nagy vastag szürke csövek, ezek önmagában szigetelt csövek. Ugyanis az alapszerelés az egy dolog. Ugye magához, a központi szellőzetéshez kell egy gép, egy központi egység, amihez be kell hozzuk kültérről a friss levegőt, Igen. illetve azt a levegőt a gépnek az egyik csonkjáról el kell juttassuk az osztódoboz végébe. Illetve a gyűjtőágról, az, a, az osztódoboztól szintén el kell, a, el, el kell juttassuk a levegőt a géphez, illetve az elhasznált levegőt pedig ki kell küldjük a kültérbe. Ezekhez a megoldásokhoz mindenkor csöveket használunk. A zubbinknak úgynevezett önmagában szigetelt rendszere van, és ami nagyon fontos, szintén ragasztásmentes. Ugyanis a különböző cső, illetve könyökidomok úgynevezett csőkapcsokkal kapcsolódnak. Ez is pattintós? Ez pont nem az. <laughs> ez, a, ez, a, ez a rögzítőbilincs. <laughs> az a rögzítőbilincs, ez a csőkapocs, amikor egyik oldalról is érkezik egy idom, és a másik oldalról, és csak simán rá, ráhúzod. Ez a rögzítőbilincs, ez csupán arra szolgál, hogyha túl nagy hosszban fut egy cső, akkor tudjuk rögzíteni akár menetes szárral, és oldalfalhoz, illetve mennyezethez tudunk rögzíteni ö, ilyen idomokat vele. Nagyon fontos dolog még, hogy általában a hőviszonyerős szellőzhetésnél oldalfalon szokták általában behozni, illetve kidobni a, behozni a friss levegőt, illetve kidobni az elhasznált levegőt. Ez egy oldalfal. Ezekhez oldalfali, uh -huh. igen, oldalfali paneleket használnak, Hogyha viszont úgy helyezkedik el a gép, hogy tetőn keresztül kell hozni, értelemszerűen ahhoz is van megoldás, tetőátvezetőkkel szintén lehet teljesen mindegy, hogy kültéri levegőt hozol be, vagy elhasznált levegőt dobsz ki. Szokott olyan is lenni, hogy oldalfalon hozzák be a friss levegőt, illetve tetőn keresztül dobják ki az elhasznált levegőt. Erre szolgálnak ezek a csövek. Említetted az egyhelységes szellőztető rendszert, mesélj előnek. Az egyhelységes szellőztetők sokkal egyszerűbb modellek, mint maga a központi egységek, illetve a központi egységnek magának a rendszere. Az egyhelységes szellőztetők annyiról szólnak, hogy oldalfalra kell egy jelen esetben egy 160-as furatot tenni, Ebbe a 160-as furatban betesszük méretre vágva falvastagsághoz mérten egy műanyag csövet, és abba kerül a szellőztetőnek a lelke. Ez a kis henger alakú történet. Ezen található különböző szűrőegységek, illetve a hőcserélő része. Ez egy ö, sejtes kerámiás hőcserélő, ami, aminek a működése elve csak annyi, hogy a belső egységen található motor 80 másodpercig a felmelegített levegőt tolja kifele, ez a hőcserélő fölveszi ennek a levegőnek a, a hőenergiáját, és 80 másodperc múlva megváltozik a motor irány, és elkezdi a friss levegőt befele tolni a helyiségünkbe. Ez a hőenergia ö, gyakorlatilag átadásra kerül, és már a felmelegített, szűrt levegő áramlik be a szoba irányába. Tehát ugyanaz a ventilátor, ami befújja... Így van, elszú. így van, így van. Az egységhez tartozik egy, egy egy kültéri panel, erről annyit kell tudni, hogy ez egy öntött gumi, tehát magyarul belülről is applikálható, hogyha esetlegesen magasabb helységre vagy magasabb ö, ö, házra kellene szerelni, akkor nem kell álványozni, nem kell létrázni, hanem csak simán bentről benyúlni és visszacuppantani gyakorlatilag a, a lyukba. Hm. Amit látnak belülről, ez a beltéri egysége, ezt látja Marika néni a 9-en. Így, így van, így van, ezt látja. Ez le is zárható kézzel, illetve kézzel is vezérelhető, de az olasz Fortici gyártó adott nekünk hozzá egy nagyon szuper távirányítót, ugyanis ezeket általában nem kézmagasságba, meg nem fejmagasságba, hanem picivel magasabbra ö, szokták applikálni, és ezért elég macerás mindig fölnyúlkálni. Tehát van hozzá egy távirányító. Annyit kell még róla tudni, hogy ez a modell úgynevezett HC, tehát Humanity Szenzoros modell, az azt jelenti, hogy páratartalom, beépített páratartalom érzékelővel rendelkezik, hogyha ezt a páratartalmat érzékeli, tehát magyarul fölé megy a szoba páratartalma, akkor legmagasabb fokozatra kapcsol, és csak kifele fújás történik. Hogyha ez az érzékelő úgy érzékeli, hogy lecsökkent a páratartalom a kívánt szintre, akkor visszaáll a hőviszonyerős üzemmód, amiről már beszéltünk. És ez a páratartalom, ez állítható? Ez a páratartalom állítható, így van, 60%-tól 90%-ig Marika néni állítja be, hogy milyen páratartalmat kíván. És mi a normális páratartalom? Azért 60%-ra van ez állítva, az a minimál érték, mert jelen pillanatban legjobb tudomásunk szerint a szobákban a legideálisabb 40 és 60% páratartalom. Köszönjük Zoltánnak, minden kérdése választ kaptunk a hővisszanyerő szerveztető rendszerrel kapcsolatban. Hasonló tartalmakért kövessetek be social media felületeinken.